reggel, riadtám! Szevasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 1 milliárd eurós kihívással. Oda nézzetek gyerekek! Milyen sukárcsávók vagyunk, máma! Ki vagyunk költözve, mint a panoráma! Na figyeljetek gyerekek, mai részben különleges, csodálatos dolgokat fogunk csinálni, mert rájött a Keeper, hogy reformálni kellene a TSC-t, mert vannak bajok itt. Először is, futás. El kellene indítani a gépi munkást, hogy valamit termeljen. Ugye ma sorskártya lesz, de azon kívül is csodálatos dolgokat fogunk csinálni. Arra jöttem rá, hogy úgy gondolom, hogy kellene építkezzünk gyerekek. Nem is tudom, egyébként nem is tudom, miről fog ez a rész szólni, hogy mi lesz a fő attrakció. De... Gyerünk, munkára paraszt! Nyomjad neki! Úgy van, egyébként ez nem három pontos csatoló, valamilyen csatoló van ennek a hátulján, írtátok. De nem az, amire gondoltatok, várjatok, egy hangerőt veszek le, mert egyébként eléggé hangosak voltak. Ja, egyébként reggelig pörgettem az időt, nem kell megérni, minden rendben van. Gyerekek, várjatok, nagyon sok dolgot kellene csinálnunk. Közben mondom, de egyelőre haladjunk, csináljuk a dolgokat. Várja, ne, hallja le, ki kellene engednem egyébként a krumplit, írtátok, hogy nem kell neked azt csinálni, Keeper, amit csinálsz, hanem a kabbágyból is lehet egyből kiengedni a bérgönyet, úgyhogy hülyeséget megcsináltad megint, de oda nézi testvére. Már is, szomszéd. Már is kiengedtük a burgonyát, kerestünk, plusz kemény 300-at, nem számít. Na, gyerekek, reformálni kellene a TSC-t, először is az a baj, hogy olyan rendetlenség van, hogy azt egyszerűen nem bírom elviselni. Tényleg, össze kellene pakolnunk, egy kis építkezés fog valószínűleg zajlani ma a TSC-be, meg ugye a kártyahúzás nagyon el fogja dönteni, hogy igazából milyen irányba fogunk haladni, remélem, hogy nagyon csodálatos irányba, de... Először is, annyit leszögezek, hogy a fa termelést el kell felejteni. Hatalmas terveim vannak a különböző dolgokkal, és várjál már, nézzük rá, a munkásunk az halad-e? H betű halad ezerrel, ugye? Jól van, oké. Okay. Igen, a gépi munkás használata nem biztos, hogy legkifizetődőbb, de ugye addig tudsz más csinálni, szóval... Szerintem azért nem olyan rossz. Először is nagyon szépen köszönöm, még annyit elmondanék a modokat, amit küldtetek, tök jókat küldtetek. Fogjuk őket használni, például küldött egy srác egy izét, majd meg fogom mutatni mit. Kolompár Demon Hill meg küldött egy olyan szerszámos ládát, ami kézbe vihető magaddal, ahova akarod, lerakod, egy laptop előugrik és tudod csippelni a járműveket, magyarul. Tudsz olyat csinálni, hogy át tudod alakítani, konfigurálni bárhol, szóval azt a szekeret el kell adnunk, meg egy csomó mindent el fogunk adni egyébként ebben a részben, amik fölösleges dolgok lennének, úgyhogy ez a rész az erről fog szólni, meg egy kicsit be fogunk vásárolni például a magokból, hogy legyen belőle bőven, valószínű, hogy pótkocsit is fogunk venni ebbe a részbe, egy kicsit reformáljuk a dolgokat. Nagyon-nagyon gondolkozok még valamit, meg fogom mutatni, hogy mi az, amit még vásárolni kellene. Ugye most már van egy föld, amivel tudunk dolgozni, és úgy gondolom, hogy mivel itt, látjátok, itt megyünk a TSC-telep mellette, amit valószínűleg, hogy nagyon nehezen fogunk megszerezni, mivel ugye kétszer kell kidobni ugyanazt a számot, ami nagyon-nagyon kicsi esélye van annak, ugye. És azért ki kellene alakítani saját magamnak egy TSC-telepet, egy normális TSC-telepet, ami úgy fog zajlani, várjátok, van egy ötletem gyerekek, hogy lehet, hogy az lesz, hogy a dolgokat egyelőre ide fogom lerakni, ez így jó lesz. Ennek a szomszéd telekre, mert akkor tudok én szépen rendet rakni. Mert igazából rendet akarok rakni. Ami itt van, gyerekek, az egyszerűen embertelen. Nézzétek, oda nézzetek! Dologra paraszt, nyomjad neki! Oda nem ilyen szépen csinálja. Jó, van, oké, minden frankó. Úgy gondoltam, hogy néhány dolgot el kellene adni. Ami néhány dolog eladása, az annyi lenne, hogy várjatok, az MTZ-vel kellene itt működnöm, azon agyalok, srácok, azon agyalok, hogy várjál már. Ezt a pótot is eladom, tudom, hogy van még ott 5 fa, felejtsük el azt az 5 fát, körülbelül 5000-et ér, elegem van, ebből a, jaj, mit csinálsz, Keeper? Elegem van ebből a fa pakolásból, úgyhogy az valószínűleg, hogy az mondjuk úgy, hogy kifújt így életem végéig. Jó, majd fogunk fát
adjusztálni, gyerekek. Várja már? Na, várja. Fogunk fát adjusztálni, de egyelőre nem. Én úgy gondolom, hogy elég volt nekem az a fapakolás. Amire hagyjuk meg azokat az eszközöket, amire szükségünk van, egy kicsit átrendezzük itt a birtokunkat. Valószínűleg az egész nem lesz más, mint egy TS-telep, mivel most már van még egy földünk. Hát nagyon bízok benne, hogy a másik földünket nem fogjuk elbukni. Ugye olyan sorskártya, hogy buksz egy földet, hát akkor van baj. Akkor van baj, de én bízom benne, hogy annyira nem fog ez megtörténni. Figyeljetek, ezt, van egy ötletem, úgy kellene megcsinálni ezt az egészet. Mi az, amire szükségünk van? A krumpli ültető kellene, a vetőgép nem kell. A röntpótkocsi nem kell. A pótkocsi helyett nem tudom, hogy vegyünk-e még egyet. Ezzel gondolkozok rajt. Ja, meg jól nem ártana pirosra festeni az MTZ-t, mert már nagyon régen megígértem, és ezt írtátok, és egyébként ez mögé elvileg be lehet csatlakoztatni. Én úgy tudom, a még egy pótkocsit, és ez jó lenne nekem, vagy nem, de oda nézzé. Tök jó. És akkor emögé meg még egy pótkocsit rá kéne csatlakoztatni, amire felrakjuk az olyan dolgokat, amit eladunk. Meg amúgy is kellene a pótkocsi nekünk. Sanyi meg ás. Sanyi meg ás. Mindig ide írjátok, hogy jaj, de kár, hogy a Sanyit nem halljuk ásni. Hát, kösz. Rendesek vagytok. Én ezt nem tudom egyébként, hogy fogom rátolni. Van egy ötletem. Ez nem így lesz, hanem úgy lesz, hogy... Egy pillantás, gyerekek, egy pillantás, ezt mindjárt megmondja a keeper. Ez úgy kellene, hogy ráhúzom egy kicsit, és akkor csak egy kicsit kell átratolni. Meg föl kéne dobni rá a dolgokat, amit nem használunk. Ugye ezt a kettő szerelvényt, tehát a vetőgépet, a röntpótkocsit eladjuk. Ezt meg mindjárt megoldom a rácsatlakoztatását okosba. Ezt valahogy úgy kellene, hogy ezt befordítani. Teljesen oda. Mindjárt meg lesz. Így valahogy, így gondoltam, oda né. Úgy. És akkor itt hátra tolattunk. Igen, bepörgettem az időbe reggelig, ugye nincs elvedve semmi. Nem azért, hogy most ezen nyerészkedjünk, hanem azért, mert nem szeretünk éjszaka dolgozni, nem is láttok semmit, nem hiszem, hogy sok értelme lenne. Arra né, megvan mind a három eszköz. És föl kéne dobni akkor rá. Nem megyünk erre, hozom kézbe. Azon gondolkozok, más mit kéne aladni. Igazából sok mindent nem. Tudom, hogy a fa, ott van négy darab fa. Nem akar, nem, elegem van. Ja, azt a rögvillát is eladjuk a francba, mert megőrülött tőle. Sokan mondtátok, hogy ezt a külső rézetbe nyomassam néha, mert nagyon vicces. Hát akkor veretjük neki, oda nézve. Ja, jó, hogy de nagyon fut. Csak egyébként külső rézetben egy dolgot nem csinál meg. Na, földobjuk a pótra ezt. Egyébként átkonfigurálom a pótot valószínűleg. Balahordóra, és veszünk egy raklapvillát, és azzal megrakjuk maggal. Nézzük meg, hogy áll a krisztál. Jó, a krisztál kb. Hát ugye fele földön van, de többet kell majd fordulni a végén, úgyhogy ez el lesz egy darabig. Oké, gyerekek, menjünk mind az állat. Mondtátok, hogy sok többet használjam az utat, igaz, hogy nem RPD-re azért jó lenne. Szóval fogom használni az utakat, csak most nagyon para. Nem, azért ez a szerelvény, ez nem kis pálya. Nehogy elhagyjuk az utolsóból azt a kordét. Mindjárt távolítok egy kicsit. Jó, van, még fönn van. Jó lenne, hogy nem jönne semmi szembe, mert azért ez... is jön, várja, félreállunk, gyerekek. Így. Aha, ez jó, hogy félreálltunk, mert jön... Ó, jaj. Aha, ja. Jaj, nem, megint jön valami. Gyere gyorsan, és akkor meghúzzuk egy kicsit. Gyerünk. Ne jöjjön annyira sok minden szembe, jó lenne. Ja, egy kicsit megmondom őszintén, az utolsó pár részben elkapattuk magunkat olyan szinten, hogy borzalmasan nagy rendetlenség van. Belekaptunk mindenbe, valamire rá kellene specializálódni, és kellene pénzt termelni, hogy nagyobb gépeket tudjunk venni, földeket tudjunk venni. De hogyha ezt csináljuk folyamatosan, ezt az őrületet, amit eddig, akkor ezzel nem nagyon fogunk haladni. Gyorsan. Oké. Okay. Ez az. Itt ne jöjjön semmi szembe a hídnál. Aztán akkor talán jók leszünk. Ne jöjjön semmi szembe. Oké. Okay. Ugye ez ilyen kettő sávot elfoglal ez a vető, úgyhogy ezzel vannak azért bajok. 343 pénzünk van.
sajnálom, de ezt a vetőt eladom. Később majd meg tudjuk venni, nem nagyon bukunk rajt, főleg, hogyha azt csináljuk, ugye, hogy... Várjál egy pillanatra, így. Ezt a villát is eladom természetesen, kiugrom. Mert nincsen szükségünk rá. Ugye azért adjuk el itt a dolgokat természetesen, mert itt többet kapunk érte, gondolom ezt mindenki vágja. Várjál már, úgy kellene csinálnom, hogy a legutolsó pótkocsit ott hagyom. Mert az még kell, azt csak majd átkonfiguráljuk, ezt a kettőt behúzom. Ezt is leakasztom. Ezt... Mondom, ezt is leakasztom. Félreállunk, eladjuk ezt a kettőt, aztán visszatolatunk. Így kapjuk ugye a legtöbb pénzt érte, szóval. Oké. Okay. Oké. Okay. Mennyi pénzünk lett? Van 6400-unk, tök jó. Mire van szükségünk, gyerekek, várjatok. Mire van szükségünk? Lehet, hogy egy kis pénzmagot meg kellene tartani. Ja, várjál, még a izét is el kell adnom, ezt a kacatot, ami itt van. Erre nincs szükségünk. Ehelyett megvesszük azt a laptopos cuccot, amit Kolompár Demon Hill bízott ránk csodálatos módon. Ezt is eladjuk. Jó, van 6800-on. Ezt a pótkocsit, mondjuk egyelőre nem kéne az a laptopos cucc, mert annyira nincs rá szükségünk. Én azt mondom, hogy kellene mindenképp vetőmagot vennünk. Ezt átkonfigurálom egy olyanra. Konfigurálás, hogy flatre. Bálahordóra, és akkor így le tudjuk kötni majd a dolgokat. Pörgünk, mint a trágyaszóra, mert nagyon sok dolog van, amit meg kell csinálnunk, de azért megpróbálok egy kicsit rendet tartani ezután a TS telepen. Hát a TS telep az a saját TS telepen, nem is tudom mire, a gazdaságban. Ó, várjatok, itt van is egy mag. Ja, és a üzét is eladhatnám. Várjatok, ezt a pörgetőt, ugye erre nincs szükségünk. Hát 185, hogyha oda vinném, akkor kb. 200-at kapnék, mert egyefene nem érdekel. Egyébként, amit még el akarnék adni, a vödrökből egyet megtartunk, kettő fölösleges. Oké. Okay. Akkor mi az, amit el kéne adni? A kutat megtartom, ezt nem akarom eladni, 17 ezerbe kerül, tudom, hogy... várja, azon filózók. Ugye ezeket eladhatnám, ezeket a fákat nem kell kituskózni, ugye? Igazából ki van vágva mind, és akkor nem tudom, hogy a tuskója az eltűnik, vajon, gyerekek? Az mondjuk jó lenne, és igazából kapok érte egy kis pénzt, bár nem olyan túl sokat, de nem tudom, gyerekek. Ez nem számít csalásnak, vagy... nem tudom, hogy nem számít, nem, mit gondoltok arról? Hát olyan túl sokat nem kapok érte, úgyhogy nem lenne egy nagy probléma, nem? És ilyenkor, várjál, hol voltak ezek? Itt volt? Igen, jó, eladom őket, nem gond, ne haragudjatok, remélem, hogy nem nagy probléma. Hát most figyeljetek, kapjuk az összesért 1500-at, nem hiszem, hogy ezzel fogom megváltani a világot. Főleg, ha egyáltalán megtalálom őket, mert valahol van még. Ez is az volt, aha. És jó, mert így akkor a tuskóktól is megszabadulunk. Még valahol volt, itt hátul, vagy itt valahol? Ott volt, nem? Aha. Ez meg már nem az, várja, akkor... Volt fenyőfám is, eladjuk. Egy darab fenyőfám volt. Volt kicsi fenyőfám. Hát bazza gyerekek, ez a baj, hogy azt nem tudom, hogy hol. Ez jó, itt volt. Ugye ezek ilyen dekorációfák voltak, szóval ezek ilyen nagyon picik. Ó, de jó, az is el. Jó. És akkor lesz egy kis pénzünk. Igen, oké, ez is eladva. Ez meg megint hol volt, gyerekek? Ezeket megtalálni? Ott volt egy fa. Jó, egy ilyen 200-ba került. Jaj, de hogy mindig meg kell keresni. De hogyha nagyon gondoljátok, akkor levonom ezt az összeget. Most nehogy az legyen, hogy azt mondjátok, hogy ez úgy a csalás volt. De igazából nem is az lenne a cél, hogy ezen gazdagodunk, hanem az, hogy eltűnjenek ezek a szarok. Nem jövök rá, hol van. Nem jövök rá, hol van, gyerekek. Esküszöm, nem tudom, hol van. Esküszöm, nem jövök rá, hol vannak ezek, vagy hol voltak ezek fenyőfák ma. Ilyen dekorációfák. Itt van egy nagy, de ez nem az. Ó, itt van egy, a... Ez volt, az 200, jó, 200 euró, hallott, nem, ez tényleg nem ezen fog meggazdagodni a képet. Igen, jó. Itt van valami, és még mindig ezeket mutatja, de ez még nem is az.
Azt lehet, hogy elengedjük ám. És ha nincs meg, nincs meg. Jó, nem annyira baj. Jó, hát pár darab lehet, hogy bemaradt pár tuskó. Jó, hát nem is tudom, 2-3 ezeret kerestünk rajta, nem nagyon váltottuk meg a világot. De tényleg inkább az a célom, hogy tűnjenek el ezek a tuskók a francba. Ugye ezek ilyen decoration-ok voltak. Ott van a. Jó. És akkor... Oké, ez eltűnt. Még van egy tuskó, az meg hol van? Meg annyit akarok, hogy... Hú, 15-ben gyerekek, izét kell, kártyát kell húznunk, hogy ebből én ezt itt megnyitnám, így összenyitnám a kettőt, és akkor azt csinálnánk, hogy folytatódna a kerítés, majd erre. Az épületet nem adom el, mert az azért 12 ezeret keresek rajta, ne az legyen, hogy azt mondjátok, hogy huha. Itt ez így valószínűleg folytatódni fog, meg innen is egyet kiveszek, és akkor egy ilyen valószínűleg bekerítjük az egészet, és akkor lesz nekünk egy ilyen nagy TS telepünk. Oké, gyerekek, akkor hát sorskártya húzást meg kellene ejtenünk, az mindenképpen figyeljetek, játék mentése lesz előtte, hogy nehogy azt mondjátok, hogy bármit is itt trükközünk, és altabb. Csak a pörgessünk, gyerekek, pörgessünk, most benne van az összes. Ugye benne vannak ezek a 37, majdnem a 40-ig, úgyhogy csapassuk neki, nagyon kíváncsi vagyok. Hát ez valószínűleg, hogy remélem, hogy nem lesz nagyon rossz. Nyomjuk! Ó, gyerekek! Basszus! Vendégmunkás érkezik a faluba! Adj neki munkát a következő részben! Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a következő, tehát a holnapi részt, azt úgy kell felvennem, hogy meg kell nyitnom a multiplayer részét a játéknak, és egy ember multiba csatlakozhat hozzám. Ennek a részleteit megbeszéljük közbe, viszont ez nagyon érdekes, ez nemrég került bele megint ez a sorskártya, de közben csináljuk a dolgokat. Hát az a lényeg, hogy a következő rész az multiplayer lesz, egy vagy, hát nem tudom, legalább egy vagy, hát legalább egy ugye természetesen, egy vagy több ember csatlakozni fog a klubhoz. Úgyhogy fú, de dolgozzunk, mert szükségünk vannak dolgokra. Hát igen, akkor a következő részben kell egy munkás nekem. Lehet majd, ki lesz írva, na figyeljetek, akkor gyorsan tárgyaljuk le, még hogy legyen idő játszani is. Ki lesz írva ennek a résznek a leírásába, hogy mikor fogom felvenni a következő részt, jó? És akkor megírom, hogy mi lesz a szerver neve, mi lesz a jelszó, és lehet csatlakozni. Egy ember biztos, nem tudom, hogy két embert el tudok-e foglalkoztatni, ezt majd meggondoljuk, de az a lényeg, hogy lesz slot a szerveren, be tud jönni valaki, és arra kérem, hogy ne trollkodja szét, hanem szépen, mintha munkára jelentkezne, és én adok neki munkát, és akkor fog tudni segíteni. Igen, most arra gondolok, hogy igen, jó lenne egy Discordon, vagy egy TSM, vagy valahol beszélgetni, csak nem mind, igazából csinálok egy Discord szervert, akkor hogy csinálom meg azt, hogy pont az, aki éppen random be fog jönni, az fog ugye ott is lenni. Ez eléggé nehéz, necces, de ez valahogy lehet, hogy nem, lehet, hogy csak kizében fogunk. Az a lényeg, hogy multiplayer lesz. Egy ember fog nekem segíteni a következő részben egész végig. Szerintem az tök jó lesz, amúgy is. Viszont vásároljunk, gyerekek, mert kellene. Gyorsan. A nagy zsákok közül ugye kéne Big Magot venni. Ez a mag. Mag Big Bag, igen. Mag Big Bag, öcsém. Hát ebből szerintem egy kettőt azért jó lenne venni. A krumpli ültetés téma körébe. Jó, először indítsd el a motort. Oké, oda át kéne váljatok, még akkor kellene nekem mindenképp egy... jön egy segítő, gyerekek, tök jó lesz. Kellene nekem, gyerekek... Most nagyon gondolkozok egyébként, lehet, hogy veszek még egy pótkocsit is.
Mit akartam? Tudom, mit akartam. Homlokrakodókba egy raklap villát kellene vennem. Oké, okay. Mondjuk legyen piros. És figyeljetek, azt a pénzt, ami a rönkökből kijött, nehogy azt mondjátok, hogy én azt a nagyon, hogy mondjam, hogy nagyon bármilyen előnyt is szerzek belőle. Tudjátok, amit az előbb így eladtunk, azokat a tönköket. Abból átfestem az MTZ-t, és így akkor szerintem így korrekt, hogy gyakorlatilag olyan dologra elköltöm, ami előnyt nem szerez számomra, viszont olyan, ami azért egy esztétikai dolgot kapok érte, jó? Konfigurálás, úgyhogy akkor meg lesz minden. A felni szín is természetesen piros lesz. Kb. Annyit el fogok költeni. Tudom, hogy ezt hasznosabb dologra is költhetném, de igazából így akkor átmegyünk. Figyeljétek, ez inkább ez a kevésbé, ez a kopott piros, ez nekem jobban. Várjál, mi ez? Frontloader color. Felni szín. Ez a kopottabb. Kicsit ilyen kifakultabb, ez jobban adja. És akkor van még egy megjelenés színünk, ami... Ez. És ez plusz, ez 4000-be kerül nekem, gyerekek, úgyhogy mondhatni, hogy ez nekem fájt, jó? Konfiguráció, igen, egy 3 pontos 1500 azért még fölcsatolható lenne, amire annyira nincs szükségünk, lehetne izét is változtatni, ez az a baj, már minden pénzbe kerül, 4000. Kerékbeállítás, pont egyébként, imádom ezt a kerék. Egyébként ez tudjátok, hogy miért így van ez a kerék, hogy így szétszedhető. Ez egy csomó variációba módosítható gyakorlatilag a nyomtáv. Ugye a hátsó keréknél is módosítható, ott például van egy ilyen rovátkolt tengely, amin gyakorlatilag kibehúzkodhatod, plusz át is fordíthatod ugye felé, akkor ráadásul az van, hogy ugye még szélesebb. Ezt a felnét meg ugye szét is lehet szedni, belül a csavarok, kilül a csavarok, átforgat, így, úgy, meg még ráadásul itt is tudod módosítani a nyomtávot, úgyhogy így lehet nagyon széles módon módosítani az MTZ-nek a nyomtávját. Jó, akkor ez 4000 ember kerül, gyerekek, mindjárt nézzük meg. A kabin, a felni, a megjelenés, a alapszín és a kabin color. Jó, minden, igen, rendben. Akkor mondhatjuk, hogy akkor nem. Ah, ez is mennyire gyönyörű. Ah, jó. Na hát igen, gyerekek. Na hát igen. Ez már adja, nem? Azért egy MTZ-nek így külön kéne nézni. Úristen, multiplayerezni fogunk a következő részbe. Ez nagyon jó. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez pont így sikerült ezt így meg kifogni. Ja, hát pótkocsit jó lett volna venni, gondoltam rá, gyerekek, álljál meg! Már csak azért, mert tudjátok miért? Ezt a pótkocsit, ez ahogy is kicsi, ezt meghagynám ilyen bálahortos cuccra, plusz ugye így le tudok rá kötni dolgokat, keresztbe fát lehetne szállítani, ha úgy van, lekötve, mert így ugye vannak hevederek, mert amúgy nincsenek. És erről például tudnám tölteni, erről tudnám tölteni a vetőgépet, meg a műtrágyaszórót, értetek? És akkor nem kell lepakolnom. Úgyhogy ha lenne még... De várjátok, akarom mutatni, hogy mi az, amit kellene vennünk. Úgyhogy majd holnap, hogyha segít a srác, aki jön, akkor gyerekek, akkor nagy feladatba leszünk, mert pénzt kell termelnünk, mert vannak célok. Hatalmas célok. Gyerekek, multiplayer, és ki lett húzva a multi. Ki lett húzva a multikártya. Ugye a multikártyában két fajta van. Egy az, hogy munkás érkezik a faluba. A munkás érkezik a faluba, az azt jelenti, hogy random ember csatlakozhat. Tehát egy játékos. A szomszéd TS-nek a vezetője érkezik a faluba, akkor meg egy FS streamer, vagy pedig videós érkezik a faluba. Akkor meg fogok kérni videóst, és akkor az jön. Nem gyerekek, ez tök jó lesz, ezt meg felrakom középre. Valószínűleg most már egyébként végez a munkásunk. Gyerekek, tök jó, és akkor ja, építkezni akartam. Egyébként az építkezést azt valószínűleg már tudom is, hogy fogom megoldani. Hengerelni kellene a területet. És akkor ugye például nem lenne az, hogy várjál. Ezt ide föl tudom vigyeszteni okosba?
Jó, oda nézek. Egyébként úgy kitanultam, bassz meg a rakodás... Nem azt mondtam ugye, hogy... Nem azt mondta. Bakker! Úgy kitanultam Bakker a rakodást. Ezt megőrültök. Figyelj, és az a jó, hogy itt tudsz spanizni. Látod? Oda nézzél. Na, mekkora ki... Állt a piros az MTZ, more! De jó! Ez is egy öröm, komolyan. És hogy akkor így tényleg a... Letültettük azokat a tuskókat, meg egy-két kerítéselemet, de nem mondhatjátok, hogy olyan dologra csesztem el a pénzt. Mariama? Azt nézem, hogy igen, lehet a három pontos, figyeld, ez tök jó. Oda nézz, le tudod engedni, meg föl, ahogy kell. Ugye, hogy húzzon ezt, de jól meg van csinálva, imádni való gyerekek. Jó van gyerekek, szuper. Menjünk. Jó, várjatok, egy pótkocsit gondoltam rá, hogy veszünk. 3500-an van. Várjatok, meg akarom mutatni, hogy igazából mibe gondolkodik a Keeper. Lehet, hogy nem is pótkocsiban, hanem ki kellene termelnünk egy kis zsét. És figyeljetek, gyönyörű terrautóink vannak. Például vannak az ifák. Na, borzalmasan drágák egyébként. Viszont van nyerges ifánk, ugye? Csodás kis nyerges ifa. Van hozzá pót is egyébként, de ami még nagyon tetszik nekem, ezt nézd, döcsém. Na hát ilyennel körülbelül már Indiába járnak, meg esetleg ilyen Kazaksztánba, meg ilyen helyeken, nem? Azt a betyár, oda néz, ez a kamaz, ez beteg állat, és ez valami elég nagy is. Hát nem, várjál. 13 000 literes, ugye? De azt hiszem, hogy ebben van nagyobbunk. Van 23 000 literes, ilyen, ez a tipikus billencs, nagyon adja. Meg van még ezen kívül is, van egyébként mazung, van tátránk, oda nézz ezt a tátrát, figyelj, ezt nézd meg ma. Ezt nézd meg. Hoppá, mekkorára, a régi motorosok vágják ezt. Jaj, mennyire jó, és ez a befeledőlő kerekek, ugye? Ez a kerékdőlés terheletlenül, jaj, csodálatos gyerekek. De van itt még olyan izé, van olyan egyébként Ikarus 280-unk is, persze, mert ne vicceljél, hát az autentikus. És ezt nézd, ezt a kamaszt. Oda nézd, 13 000 literes. Gyönyörűséges, le van harcolva, ezeket a gumikat nézd meg. Gyönyörű, komolyan, oda nézd, nyer. Azt a nyerges kamaszt figyeld. Na, lehet, hogy a szállításra be fogunk ilyenbe. Hosszú platós. A V50 hosszú platóba, ugye? Hát, ez csoda, gyerekek. Magyar rendszám természetesen csodálatos. Tátra, Ráva 833-as. Egyébként ez a 833-as Rába, ugye ez azt hiszem, le lehet kapni ezt a ponyvát, és akkor ugye, de ez a hungaró kamionna természetesen így néz ki jól. De egyébként a földvételben is jó lenne, hogyha belefognánk, lehet, hogy ki kéne termelni még egy földet, hogyha bukunk egy földet, akkor mindenképp maradjon egy. És utána valószínű, hogy ilyen különböző gépeket kellene venni. A traktor is jó lenne, de egyébként nagyon-nagyon tetszene nekem egy izé. Egy ilyen kamaz vagy valami ilyesmi. Na most már pirosba azért már egy kicsit autentikusabb. Jaj, az a belső, az a lámpa. De nem hiszem el, halad. Szinte még szagát érezni ennek a gépnek, ahogy benne ülsz. Leginkább a ganyé szagot, mi? Gyerekek, előző köcsém. Ne az a baj, ez bevágál, én jövök. Elengedtük, basszus, mert itt valami hülyeséget csinál. Na, viszont dolgozzunk, és ki kéne találni egyébként a holnapra a munkásnak, hogy mi legyen. Tényleg arra kérem, aki természetesen a modpack kell hozzá, azt töltse le. Azokat a modokat kiveszem, amik nincsenek benne a modpackba valószínűleg, vagy pedig megosztom azokat is. Igen, a modpackot úgy, tudom, hogy még máshova nem töltöttem fel, várjatok, félrehúzom. Hogy áll a izé? Hol van a... Krisztál, végzett a krisztál, jó. Végzett a krisztál, gyerekek. Ide félrejövök. Oké, gyerekek, és akkor azt csinálom, hogy nem is fogok. Nem is pakolom le, hanem ez jó lenne ilyennek, és akkor esetleg valahogy össze kéne kubikolnunk egy másik pot, mondjuk egy másik potkocsit vertnék. Gyerek, végeztél? Jó van, oké, ügyes voltál.
Nem is olyan kicsi ez a föld, de egyébként ott a végét ezt érdekesen csinálta, meg azt várja, lehúzom. Oda nézd, mit művelt itt? Azt nem hiszem el, hogy ennek így kell lennie, testvérem. Hallod, ezt megcsinálta így, hogy ne... Nincsen izé, nincsen lerülőzve a vége. Apám! Hát ember! Ezért rá kell figyelni ilyenre a gyerekre, rá kell figyelni a gyerekek. Jó, hogy megláttam. Hallod egy izé? Elég hanyag volt a munkás, ezért nem fizetünk, apám. Jó, kijövök, nem tudom, hol a széle. Az elején még jól csinált, aztán utána úgy gondolta ő, hogy jó az úgy, ahogy van. Ja, itt rendet kéne rakni egyébként. Azon gondolkoztam, lekultizhatnám az egészet. Aztán mit tudom én, elvethetnénk fűbe, vagy valami. Aztán akkor izé, akkor... Az a baj, fölnő. Úgy utálom, hogy felnő a fű. Mert ugye csak a hengerelni kellene, mert a hengerrel ugye meg tudod azt oldani, hogy ne legyen, ne nőjön később újra, hanem akkor gyakorlatilag ilyen sima plac lesz. Tudom, hogy lehet, van ez a terepmódosítás, ezt nagyon nem akarom használni, de nem túl autentikus, hogy Isten módot játszva így terepet rendezgetek. Viszont most nagyon-nagyon belepörögte ebben a dolgokba itt. Hát ezt itt le kellett húznom, mert mi volt ez, gyerek? Ez a Zetokristál, mondtátok, hogy ez kicsit túlzás volt azért a pénzért, de nem valami nagy kajak gépelm, ez így nem tűnik valami nagyon izomnak. Itt megnézem, hogy nincs-e. Nincs, jó. De ott a szélét még húzza egy kicsit. Jó, itt már nem. Akkor menjünk át azt a sort, még lehúzzuk, aztán akkor le kéne trágyázni. A trágyázás megcsináljuk gépi munkással, lehet veszünk egy pótot, gyerekek, még végig van pénzünk, mert ugye később valószínű, hogy nem nagyon lesz pénzünk. El fog fogyni, de ugye mínuszba lehet vinni. Oda nézzetek. Ugye be van kapcsolva ez a realisztikus terület, meg gumi, meg jármű kontakt, és emiatt így elég jól. Elég jó kapja az ívet. Na, arra a területre pakolunk természetesen egyelőre. Ezzel kellene valamit csinálni. Egyébként a tarló az az egy, az ami ilyen nagyon kemény. Úgy, oké. A tarló az ilyen nagyon kemény, azzal lehetne valamit kezdeni. Na, le kellene műtrágyáznom. Várj, műtrágyám az, azt hiszem, hogy van benne a pecóban. Itt ezt a ganajkupacot is jól lenne eltüntetni, vannak azért fennforgások, gyerekek. Ugye megtöltjük teljesen a műtrágyaszórónkat. Igen? Aha, van itt, van itt. Amit műtrágy a gyerekek, van itt. Ugye beledobunk egy adagot. Jó, jó, ez bőven elég is lesz. Ja, meg a portkocsin is van műtrágya. Figyeljetek, valószínűleg azt kéne, hogy a portkocsin tárolni mindent. Magod, műtrágyát, mindent. És akkor nem lenne ilyen probléma. Figyeljetek, ezt gépi munkásra megcsináltatjuk. És MTZ-vel elugrunk, lehet, hogy nézzünk egy pótkocsit. Mert ugye valószínű, hogy kellene. És akkor az a kicsi pótkocsi, azzal csak azt csináljuk, hogy tényleg ilyen műtrágyás, vagy mindenféle cuccot így tudná vinni. Ez meg akkor adjál neki, Sanyi. Nyomjad neki, tesó. Dologra paraszt. Mondom, dologra paraszt. Úgy van. Mindig ilyen fekete gyerekek jönnek nekem csak dolgozni, hallod? Egyenjogúság van. Ja, itt a krumpli ültetőgépem. Szuper. Hol az MTZ, gyerekek? Hol az MTZ? Megyünk vissza, egy portkocsit hozunk. Ja, más nagyon nem tudunk eladni, ugye nincsen semmi olyanunk. A izét, a zsákos cuccot, azt elhozom majd ide. Ugye jól néz ki az MTZ most már. Gond egy szál, és a gyerekek, jól nézem ki. Várjátok, először meg kell nézni egyáltalán, milyen portkocsit tudunk venni. Egyébként vannak ám itt csoda dolgok, várjátok, mit akartam megmutatni? Meg akartam mutatni, hogy például mi az, amit kaptam. Ezt nézzétek, ezt a modot kaptam. Raklapelemelő béka, baró jó szerintem, tök állat. Ugye ezzel tudsz húzingálni ilyen izéket. Fel tudod emelni, és ilyen a lapos trailerre, ugye arra alacsony trailerre, arra fel tudod húzni a raklapos árut. Szerintem baró jó. Hát olyan magasra nem emel, hogy ugye a pótra felrak, de azért nem rossz. Amit még akartam mutatni, az meg az egyébben itt van.
Egyébként itt van a roller, ugye? Tudom, eredeti állapotát ezzel tudod visszaállítani, 16 ezerbe kerül, hát ez az, amit nem fogunk megvenni, baraszt. Hogy a rohadt életbe? Mondtam, hogy nincs bérlés, úgyhogy akkor cseszhetjük. Ez meg ilyen cleaning. Ugye fel tudod pucolni vele dolgokat. Mi van itt? Vödrök. Megnézzük nekünk, mi van még, amit itt ne, abszolút nem kell. Ja, amit meg akartam mutatni, Demon Hill küldte, ez barol jó. Ez egy izé. Ez egy olyan toolbox, amivel ugye tudod cipelni, tehát nincs kereke, hanem felrakhatod a platóra, pakolhatod ide, oda, ahova akarod. Egy bogár meg itt röpked körülöttem, nem hiszem el. Mármint így a valóságban. Szabadult. Jó. Figyeljetek, annyit meg kéne csinálni, hogy mi a szarnak fiszem magammal állandóan a homlokrakodót, nem? A homlokrakodónak keresünk már egy helyet, mind a kettőnek, mert ugye kettő van, a másik ott van, jó, az maradjon egyelőre ott. Ne legyen ma homlokrakodó állandóan rajtunk, egyáltalán nem autentikus, na így autentikus az MTZ, úgy mi, azaz, egy már jó. Várjátok, az izé, az IC-t nem tudom bekapcsolni, hol van a billentyűzet kiosztás? Ilyenkor tudom, valami olyan, hogy... Nézzük meg, IC, IC, IC... Nem tudom, hogy ezt hogy találom meg. Kéz, fedél, fül, fék, gyorskor, lent, jobbra, balra, hidraulika, fel, le. Van egy olyan, hogy... IC kezelés, vagy valami ilyesmi. Tempomat, vincs. Switch IC. Ez nem az. Azt a betje gyerekek. Ez a Switch IC, meg az a izé van. De szerintem nem az a... dolog az. Te Isten! Hát itt nem találsz meg semmit. Ez szerintem följebb volt. Ahol még magyarra volt fordítva, mert ez egy ilyen... Úgy gyerekek, ezt nem találom meg semmi. Pedig az jó lenne, mert valószínűleg ki lehetne ennek az MTZ-nek nyitni az ajtaját. Jobbra, balra, fül, vedél, eszköz, nézés, le, séta, séta, hátra, tartforgatás, futás, visszaállítás, oldal, összkormányzás. Azt a vetyár. Kijön is rádió, lerakás a földre, te édes Isten. Hát gyerekek, nem látom, bazza, pedig az tök jó lett volna. Találom. Jó, akkor nem nyitunk, mert van egy ki, ugye, hogy mivel tudod elérni, de nem látom, hogy nem tudom. Valószínűleg rá kéne rakni egy billentyűt. Jó, akkor portkocsit 3400-ba kéne venni valami jót. De amúgy is kellene, ugye, hordani a cuccot. Főleg, hogyha többször kihúzzuk ezt a sorskártyát, hogy multiplayer-ezni kell. Ha akarjátok, berakjuk többször is, hogy azért legyen nagyobb esélyre van. Én élném egyébként, nincs semmi bajom nekem azzal, hogy multizunk. Sőt, én szeretem. Jó. Jó van, gyerekek. Akkor holnapra... izé lesz. Holnapra múltira készüljetek. Ugye nem live-ba lesz, biztos írjátok, hogy de jó lenne live-ba, hanem ki lesz írva, mikor készül a felvétel, és akkor lehet csatlakozni. Kiírom a szerver nevét, mindent, és akkor tudni fogjátok. Na, várjátok. Oda nézze, kiugrik a tektorból a hülye gyerek, mi? Na nézzük a pautkocsikat. Egyébként olyan dolgokat néztem, olyan modokat raktam, ezt nézd a USSR rakodó kocsit, oda nézzé. Hallod? Az már ízeljám, nézd oda, hány 92.000 literes gyerekek. Na, hogy olyanok vannak, egyébként olyan modok vannak, beszarás. Na, de viszont nekünk most egy pautkocsi kellene. Ízébe, menjünk a legvégére. Helyet 50, a TZ4K-nak a ízé pautja. Egyébként ilyen kis területekre TZ4K-t ilyen el lehetne használni. Jó, ezt nem kell. A remorka egyébként az egy nem rossz pótkocsi, az a tipikus román pótkocsi nálunk, mindig azt mondják, még a felnéje is tök jellegzetes.
Ez, jaj, meg ez a rozsdás, ezért belső térte, Jézus Isten. 5000 literes, de tud 10 000-re is, és nem izét tud szerintem. Így minden tud 10 000-en. Az nem rossz, és mennyibe kerül 1500-ba? Az jó, a remorka egyelőre. Ez, ugye ezt használjuk, ami 11700 literesnek van írva, de ugye csak ilyen szálas takarmány, meg ilyeneket tud vinni, hanem olyan jó. Ja, várjál. Vannak itt még csodák. Ugye, HV80. Dolgok, az se rossz. 11000 kapacitás. És 15000 kapacitás. Csak azt hiszem annyi, hát még lenne is annyi pénzünk, de nekem egy kicsit a HV80 még túlságosan idei korai lenne. Jó, de nézi, azért vannak itt, de viszont ebben a szürkében borzalmas, de nézd már meg ott ezt, na is, ez is tök jó. Gondol, agyalok rajta, oda néz, van ám itt ilyen rém. Kapacitás. Bála, 2000 literes, ne akarjuk. Ezt nem vágom, figyeld, síló sportkocsi, és azt írja, hogy ez minden víz, az hogyan. Bálarakó, kapacitás 29000 liter, és sílósnak írja, ugye? És ezért elvileg mindent is visz, azt írja. Érdekes, nem tudom. Na az ilyenekkel nem vagyok kibékülve teljesen. Szerintem egy remorkát azért beveszünk, nem? Konfiguráció egy magasítottat. Mindenképpen. Oké, egy remorkánk legyen ma. És akkor még maradt is 1800-unk, azt esetleg, ha valami kell. Hát abban mondjuk 1800 euróból nagyon sok mindent tudsz venni, ilyen képet. Én is kitalálom, mi? Majd abból meggazdagszunk. Abból sok mindent veszünk. Lehet, hogy kéne vennem egy fűnyírót, vagy egy kaszát, gyerekek. Vagy egy kapát, azzal kell dolgozni a idejének majd a munkásnak. Jó, van, én is olyan aztán rendes gyerek vagyok. Én is rendes gyerek vagyok. Na, ez a remorka, ez tökéletes. Ó, hát ez a román pótkocsi. Mi nálunk ezt így nevelik. Román pótkocsi. De ez az, nem? Ez román egyébként. Jól emlékszem rá. Hát ez nagyon adja. A tipikus. Ezek a laprugók. Egyszerű, mint a fajék, gyerekek. Nincs izé, nincs appelláta, értek. De jó nagy egyébként, mekkora, figyel. Sokkal nagyobb szerintem, ami van nekünk, az a ruszki pót. Ugye? Mármint így méretre is nagyobb. Tudom, hogy űrtartalomra is nagyobb, de szerintem méretre is nagyobb. Valószínű, hogy akkor azt a ruszki pótot meghagyjuk ilyen magos pótnak, majd megrakjuk mindig magga, meg minden, az jó világ van. Várjatok. Ezt meg akkor, szóval ki is viszem a föld szélébe. Mondjuk arról beszéltünk, hogy rendet rakok, ugye? Ezt is nem ártam csinálni, akkor addig félreállok vele ide. Ahogy odaléz, nincs rugó a izé, nincs rugó, ami tartja, és levágódik. Jaj, de jól meg van csinálva, ibárdi való. Ennek is, ez is levágódik, vagy pedig van rugója, meg van görbülve. Jaj, de nagyon adja. Áááá, mekkora jól néz ki ez, ez tipikus, nem? Ahogy így meglátod ezt a pótot itt a területen, adja. Na, gyerekek, mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Meg kéne nézni. Á, jó van, ezzel megvégzett. Hát ezt szeretjük. Meglessük. Megtrájázott nulla, jó, oké. Megtrájázott nulla. Mi az, hogy megtrájázott nulla? Mi az, hogy megtrájázott nulla? Ja, mert ez nem az enyém. Ha ja, az a szomszédé. Ott állt meg csak. Jó, oké, megijedtem, bazzeg. Itt állt meg. Jó, 50. Hát ott még... Jaj, ma megint mit művelt ez a csém. Nézd oda. Még jó, hogy látszik. Nézd oda. Felét. Nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a földdel, úgy látom. A legvégét már megint elhagyta. Á, barátom. Nem vagy jó. Nem vagy jó, gyerek. Még jó, hogy figyelek rá, öcsém. Jó, lehúzzuk. Nincsen semmi baj. Nyugodjál meg. Nem cseszek le nagyon. Fizetésedet megkapod. De ilyen részeg alkalom, de elég lenne jó a segítő, mi? Egyébként valami sheltert nem tudok olcsón venni.
Na gyerekek, látod? Így kell ezt csinálni. Ja, itt rendet kéne rakni, jó lenne lapítani a területet is, meg minden. Szóval nem lenne itt olyan nagy gond. Jó, egyelőre akkor ezt, ez is mehet le. Jöhet a krumpli ültetőgép. Ugye? Jöhet a krumpli ültető. Egyébként itt egy fa tuskót itt hagytunk, de szerintem ez itt volt. Gyárilag látod, meg a tuskó van itt. Kapatott föl kerékre. Ugye nem minden fát én raktam, voltak itt ilyen fák. Már ezen a területen. Oké, srácok. Nyomjuk neki. Jaj, de jó, hogy most már nézd meg, ilyen nyitott ez az egész. Kibe lehet futkozni. Úgy utáltam, hogy itt ilyen... Mi ez? Mi ez a lak? Mi ez a lak, gyerekek? Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Ja, töltsük meg. Hogy néz, oda nézzék. Nem tudom, a gépi munkás fog ezzel dolgozni, hanem akkor rácsesztünk. De egyébként ez a gépi munkással nem vagyok megelégedve, de mindegy, megpróbáljuk. Ugye ezen a területen nem nagyon akart. Lehet, hogy ezt a krumpli ültetést nem lehet neki adni. Akkor rácsesztem. Sőt, ezt tudja, gyerekek. Nem, ezt nem tudok. Krumpli ültető, legalábbis ezzel a krumpli ültetővel, vagy alapban a krumpli ültetést nem lehetne rábízni. Hát akkor gyerekek, megvan a munkája a holnapi embernek, egy munkája. Egyébként ezt a területet jó lenne lekaszálni, bár várom azt a sorskártyát, hogy tudjátok, van az a sorskártya, hogy tiszta udva, rendes ház, akkor lekaszálnám. Egyébként jó lenne valamit csinálni, nem tudom, egyébként gondolkozok, hogy körbe kultizom. Nézzük meg a lerakható cuccokat, hogy mi az, amit lehetne esetleg... gyerekek! Hát mit gondolsz állatólokba? Egyébként gondolkozok, tudjátok, mibe? Izébe, tyúkolba. Ebben hány tyúk fér egyébként egy ilyenben, nem írja? Tyúkolba gondolkozok nagyon, már csak azért, mert 11 tyúkoldik. Mert ugye a tojást folyamatosan, ha jön, akkor ugye lenne belőle... Jönne belőle dolog. Tyúkol, itt egy ilyen tyúkol, meg van ez a modolt tyúkol. Ez a modolt tyúkol, ez nagyon csúfos. Van ez a tyúkol, ez egész jó. És nem tudom hány darab fér bele, majd írjátok meg, léci. És akkor csinálnánk, ha nem is erre a területre, hanem mondjuk, ha megvennék egy területre, mondjuk erre a területre, itt végig csak tyúkolat. És akkor lenne egy gépünk, ami ugye búza kell nekik, vagy nem tudom, csak búza? Azt hiszem, hogy csak búza. Jól emlékszem. Meg víz, talán víz, de az is van. És akkor lenne egy gépünk, amit ide, mondjuk egy TZ4K-t be raknék, mondjuk arra pont nincs azt hiszem, vagy egy talicska, akármi, és tyúkokat etetni, meg itatni, és a tojást folyamatosan eladni. A tojás, az böszme jó áron megy, ha jól emlékszem. Esküszöm, figyeld. Tojás. Az 2800-ba megy doboza, hallott? A tojásnak. 2400-ba doboza. 2800, jó, hát 2300, meg 2800. Öcsém, és igazából eteted a tikot, meg azt neki fizet, és folyamatosan tolják a tojást. Meg hát persze kell, de egy ilyen területet csak tyúkollal megrakni. Gyerekek, mondjátok, hogy ez hülyeség. Vagy mondjátok, hogy nem hülyeség. Én szerintem ez egy jó dolog lenne, ezt a vödröt idébe rakom. Csak ugye előtte kéne simítani azt a területet, mondjuk addig kéne megvenni csak azt a simítót, amíg elsimítgatom, mert rettenetesen csúly. De azt hiszem, hogyha lerakom a tyúkolat, akkor az alapba csinál neki egy ilyen alapot, ugye? Figyeljetek, a kerti budit elbottalánk, és akkor innen, mondjuk a kerti budit, innen, végig tyúkol, gyerekek. Csak ugye most még nincs búzám, úgyhogy nem lenne neki mit adnom, úgy kéne megvennem a takarmányt. Úgyhogy, hát jó lenne búzát tenni. Én nagyon gondolkozok a tyúkokba. Nagyon kicsi az igényünk, és a tojás rohadt drága. És ugye ilyen ládába tudod, föl tudod szórni a portkocsira, azt elvinni az eladóhelyre. Egy ilyen egész területet csak tyúkkal lehet elrakni. Ez nekem nagyon ilyen fétisem. Na gyerekek, mit kellene csinálni? Vegyünk egy... Nem, még nem tudunk venni. Ahhoz mindenképp kellene termelni.
Amit lehetne, várjál ma. Idehozom, és akkor minden legyen fönned a póton. Nem, először akkor, amíg nincsenek tyúkok, rakjuk rendbe itt a dolgokat. És akkor holnap mindenképpen lesz egy munkás, ami jaj, de nagyon szeretem. Jaj, de nagyon. Nem tudom, milyen munkát adjunk neki. Majd írjátok meg, milyen munkát adjunk be srácnak. Hát igen, igazából egy földünk van azzal. De jó lenne, mindig lenne egy munkásom állandóan tyúkokat rendezni. Na figyeljetek, itt sorba rakom az eszközöket, hogy egyelőre, és az udvaron ne is legyenek eszközök, hanem akkor itt fogjuk tárolni sorba az eszközöket. Az udvaron nem lesznek eszközök, jó? Meg nem lesznek gépek, mert egy őrület, amikor ott azon a pici helyen akarsz mindig forgolódni a különböző gépekkel. Ezt a izét, ezt a pultot kihúzzuk föld mellé, hogy tudjon magot vételezni az űrge-bürge. Ugye? Ez jó helyen lesz itt. Hogyha esetleg ugye kell még, krumpli. Ezt is elvisszük. Rendet rakunk, gyerekek, ez is nagyon fontos. Igen, és el tudom képzelni, hogy itt egy ilyen hatalmas nagy tyúk farm lesz. Tikok lesznek mindenhol, gyerekek, millió tyúkunk lesz. Na jó, ezt tetszene, ezt tetszene. Jó, ide két oldalt. Innen az eszközöket, onnan a gépeket mondjuk, vagy a pótkocsi mondjuk már onnan van. Ide rakjuk ezt is. Jó van, gyerekek. Én úgy érzem, hogy jó irányba halad egyébként a gazdaság. Jó, most a pénztermelés az egy kicsit ilyen stagnál. Ja, tudom, hogy ott hagytam pár fát, ami 5000-be került volna, de én úgy érzem, hogy... hogy az annyira nem, talán nem annyira számít. Lehet, hogy majd mondjátok meg, vagy vegyünk egy kaszát a srácnak, és akkor kaszálja le a környéket? Kézzel? Hát még igazából abban elfér majd abban egy órába, mert ugye szintén egy órás rész lesz, és egész végig itt lesz, sorskártyahúzásra nem kell számítanunk. Úgyhogy dolgoztatjuk, majd lehet, hogy kap egy kaszát, az körbe kell majd itt kaszálni mindent neki. Ezzel a kultival vigyázzunk, hogy ne engedjük le, nem akarok bekultizni. Az a kultizott terület az ilyen süppedős. Ugye a tarló az nem annyira süppedős. Ja, itt el tudnám képzelni itt egy hatalmas tyúk farmot, és mondjuk egy olyan gép, egy kisebb gép. Tudjátok, melyik kisebb gép lenne? Jó, majd mindjárt megmutatom. Most úgyis egy ilyen rendezkerés van meg. Hát figyeljetek, én úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten így autentikus a dolog, hogy rendbe rakjuk a dolgainkat, nem szanaszéjjel van. Igaz, hogy sheltert nem nagyon tudunk venni, bár ide akkor nem is veszünk sheltert, hanem tyúk farm lesz. De azért legyenek itt rendben a dolgaim, mert ez nekem egy őrületes, hogy ez tényleg engem nagyon zavart, hogy ez így össze-vissza van minden. Ezt is szépen külön, és amire szükség van, akkor egyből tudod, hova nyúlsz. Nem az, hogy keresgetsz mindent össze-vissza. Nem? Ez egy alapja, úgy gondolom, egy teleknek. Úgy. Ide kéne hozni a másik idejét is, az univerzális kamalat is. Hú, ez egy jó rész, úgy érzem, és a következő talán még jobb lesz. Sőt, a következőben nagyon-nagyon bízom, hogy egy jó, nagyon jó rész lesz, gyerekek. Fogjuk ezeket a zsákokat, lehet kifutok vele, feldobom a... hát, mondjuk az nagyon messze van. Műtrágyázni is kell majd, mindenképp ugye, azért. Még egyszer is. Mert ugye csak 50%-ra van megtrágyázva. Arra azért figyeljünk. Úgyhogy még egy műtrágyázás mindenképp kell, meg egy permetezés mindenképp kell. De ezért volt jó, hogy közel vannak a földek, gyerekek. Na most képzeljétek el, hogyha azt felszántottam volna, amiről először szó volt, akkor azért réjás kerügetett volna minket, amikor oda-vissza közlekedsz a félvilágon keresztül, ugye?
Na, ez jó, ez jó. Egyébként már kezd ilyen kis gazdaságnak kinézni a dolog, nem? Van kettő pótkocsink, kettő darab traktorunk, egy krumpli betakarítógépünk, akkor megvan minden a kultivátor, homlokrakodó, műtrágyázó és permetezőgép. Minden is van. Jó, gyerekek, egyelőre akkor ez így van. Meg tudjuk nézni ugye a madártáblatban. Már így szerintem jobban érezzük magunkat itt. Oda az ki van készítve szépen. Valószínűleg kap egy kaszát majd a holnapi játékosuk, azt össze kell le kell kaszálja itt. Az a röhögünk is egy jót majd, hogy hogy fogja csinálni, vagy esetleg ketten kaszálunk majd a sráccal, lol. Szerintem az így jó lesz. Ja, ezeket a zsákokat kivihetném, bár jó messzi van. Egy helyen legyen, a gumicsizma meg adom a gyerekek, egy helyen legyen minden, azt úgy élném. Nem nagyon szeretem, hogy itt szanaszét van. Tényleg, de lehet, hogy hülyének tűnök. Van ilyen beteges pedantéria a gyerekek, amik nehéz megbirkoznom bele. Oda néz, és akkor megvan. Itt is itt lesz minden, ugye? Egyébként még egy izét kellene vennem, szerintem nem tudom ebbe a permetszezőbe mennyi van, mindjárt megnézzük. Az lehet, hogy abban kevés van, azt lehet, hogy kellene ugye egy folyékony permetszet, lehet, hogy kellene hoznom. És ezt is ide föl tudnánk dobni, vagy valami csoda. Várjál, megnézzük azt még. Hát igazából felkészülünk a holnapi vendégmunkás fogadására szinte. Piros az MTZ, és jön a multiplayer. Jaj, de nagyon izgulok egyébként. Nagyon izgulok. Vagy pedig két ember lesz, de tényleg nagyon megkérek mindenkit, hogy... Nem ezt akartam megnézni, hogy ne trollkodjon, hogy normálisan haladjunk. Hogy a sorozat építő jellegű legyen a sorozat. Ebben mennyi van? Ó, hát ebben nagyon sok van még. Ugye ezzel egyszer már lepermeteztünk, és ennyi fogyott, úgyhogy valószínűleg, hogy... Nem nagyon kellene még egy arab, úgyhogy ez teljesen jó lesz, ugye ezzel. Jó van, gyerekek, el is búcsúzom szerintem. Marha jó haladunk. Jó, de jó, és tök jó, hogy így egyben van minden, nagyon tetszik, nagyon szép. Ja, mindjárt főzök egy kávét, megiszom, aztán kezdődik a holnapire. Ez csodálatos. Akkor mindenképpen a leírásba és még a komment szekcióba is kirakom, gyerekek, hogy mire lehet számítani, hogy lehet számítani, jó? Szuper lesz szerintem, már előre várom. Nincs semmi szana széje, örülök neki. Egyébként nekem volt egy kapám, amit nem tudom. Ja, itt a kapám. Itt van a kapám. Azt a kapát, várjál, nézzük át, hogy mi az, amit el kellene adni, mert tényleg vannak olyan dolgok, lehet, amit abszolút nem kellene már. Jó. Remorka kell, ez kell. A kapát az eladom, ne haragudjál. Csak ne is kallódjon itt a területen, tudod, mert tök fölösleges, hogy itt szórakozik. Ez kell, ez a két betonplac, az ott ugye a kocsi van rajta, a kerti budi kell. Ezek meg mind ilyen dekorációs, meg a lapárnyő, meg a szemetes. Ezek szerintem itt kellenek. Tudom, hogy pénzt csinálhatnánk belőle, de hát valami azért legyen. Ide kellene egy ilyen kapu, ilyen keeper telepe. Ilyen kaput nem tud valaki csinálni esetleg? Ilyen autentikus izét kaput, amire rá lehetne írni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek! Nagyon szuper volt a rész, legalábbis én baromi... Ezt nagyon élveztem, igaz, hogy nem sok mindent csináltunk, viszont... Olyan koherens, tudjátok, ilyen egybefüggő, olyan tök jó lett, és úgy tök örülök. És az MTZ piros, annak is örülök, és minden szuper volt. 0-1-es MTZ, more! Jaj, annyira jó! Ennek milyen terepszöge van gyerekek elől hátul? Hány fokos? Amikor előbbre van a kerék, jaj, de jó, az MTZ. Na, köszönjük szépen a figyelmet, jók legyetek, csubi csőtészta!